Sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint hát igazából beszeretném nektek mutatni ezt a kis házacskánkat, vagy nem tudom ezt így hogy mondjam. Arrébb mentünk elmentünk egy kicsikét kalandozni, mert unalmasnak találtuk már a régi házunkat, és jaj, kicsikét így arrébb jöttünk, és beköltöztünk egy barlangba ideiglenesen az estére, pont most keltem fel, szóval gondoltam, hogy miért ne vegyem videóra ezt a csodálatos reggelt. Szóval elmegyek gyors fát gyűjteni, ugyanis nem nagyon vannak nyers anyagaink, ugyanis nem sok cuccot hoztam alapból magammal, csak pár alap dolgot, szóval vágok valamennyi fát szépen magamnak, és majd utána elmegyek kaját is gyűjteni szépen. Van itt a közelben? Ó, tökéletes, vannak közelben malacok, nagyszerű. Na, egy-két malacot gyors, sajnos kénytelenek vagyunk megölni, hogy azért későbbiekben is meg legyen nekünk bőségesen kajánk. Az ott ki? Hé maga, mit csinál, mit képzel? Elnézést, de maga kicsoda, nem nagyon láttam még magát erre fele. Én éppen megpróbálok túl lenni, azonnal jöjjön velem. Mert mit tettem, rendőr? Akkor maga biztos én rendőr. Mit tettem, biztos úr, vagy nem tudom. Ugye tudja, hogy hogy amit az imént cselekedett, az illegális. Miért? De én kaját gyűjtöttem, hát hogyan szerezzek kaját a Minecraftba, hogyha egyszerűen nem ölhetek kis malacot meg. Ah, jó, megyek! Mit akar? Mit akar? Kérem, ne, menjünk el, nincs nálam a cuccom, srácok, meg ennek gyémánt szettje van, hogyan öljen meg? Merrel, akik? Nem a közelbe, távolról jöttem, nagyon-nagyon messziről. Egészen Magyarországról, de jó, persze, hát igen. Mit szeretne? Mondja, mit szeretne? Mit akar? Mit akar? Jó, figyelj, én bármit, jó, megcsinálom, amit mond, mit akar? Mit akar? Követem magát, jó, követem magát, ne, ugye nem akkor, nem oda akar engem bezárni. De, ne már, mit csináltam, srácok, semmit nem tettem. Minecraftba, ez kell a túlélés, ez, hogy malacokat, meg csirkéket, meg teheneket, meg ilyeneket megöljünk néha, hogy legyen kajánk. Ugye nem képzel, hogy én oda beszeretnék menni. Ugye ezt nem gondolja komolyan, hogy én ide be fogok menni. Nem csináltam semmit. Ez teljesen... Ne panaszkodjon. Hagyjon békén! Nem fogok bemenni! Ez hallhatlan, meg fogom büntetni, menjen be most. Nem fogok bemenni. Nem akarok. Nem csináltam semmit, az ügyvédemet akarom! Nem megyek... Értem, tehát nincs ügyvédem. Értem, jó, nagyszerű. Nem már, és nincsen nálam a csákányom, meg semmi, ki tudjak jutni. Ha, üdv újra, Dani. Ezt most ki írja? Ezt most... Mi van? Ne. Azt hitted, hogy ennyivel megúszol? Nem már. Ő null. Visszatértem, és erősebb vagyok, mint valaha. Várjatok, srácok, gyors, kikapcsolom a telomnak a értestéseit. Ez így nagyon-nagyon nem jó. Most, hogy bezártalak ide, így ismét hatalomra törhetek. Nem már! Ezt el fogom hagyni, azonnal engedj ki! Azonnal engedj ki innen, ki akarok menni! Te pedig itt fogsz rohadni, mi? Itt fogsz rohadni, ameddig meg nem halsz. Aj, de jó Istenem, srácok, tudhattam volna, de akkor sem volt fegyverem, nem tudtam volna. Azonnal engedj ki! Engedj ki azonnal! Viszlát, loser game. Kiégek, srácok, nem már! Nem már! Istenem, túljárt az eszünk a jó. Valahogy kell egy kiutat találnunk. Valahogy muszáj egy kiutat találnunk. Merre megy? Arra fele fut. Ne, a házam felé fut, ne már. Jó, muszáj valamit csinálnom, srácok. Hogy bírok innen kijutni? Az ágy alatt nincs valami... Ó. Ó. Ó, 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 ó. Ó. Úgy tűnik, hogy nem volt elég bedrockja, hogy az egészet befedje. Na. És így... Bizony meg tudok szökni. Nagyszerű, jó. És ebbe a... nem tudom, mit keresett ebbe, gyémánt, meg ópiama, de király, jó. Akkor várjatok, ebből lecraftolok valamennyi cuccot. Csak mondjuk legalább egy gyémánt kardot, vagy valamit. Hogy azért mégiscsak valami kisebb alap cuccokkal tudjak azért ellene küzdeni. És mondjuk csinálok egy gyémánt csizmát mellé.
az még azért valamennyit ér, és haza kell jutnom a Vasszettemér srácok. Valahogy haza kell jutnom, arrafele volt a házam, azt hiszem igen, arrafele volt. Jó, nagyon-nagyon remélem, hogy nem fogok útközben vele találkozni. Vagy ha találkozunk is, akkor megpróbáljuk szépen valahogy elkerülni. Hú, meg kell szerezem a Vasszettemet, és akkor talán valahogy meg tudom ölni, de így is diaszedbe van. Szóval eléggé nagy előnye lesz. Nagyon remélem, hogy nem jutott be a házamba. Hol lehet amúgy? Mondjátok, hogy nem jutott be a házamba. Nagyon-nagyon remélem, hogy nem jutott be, mert akkor viszont tényleg bukta kb. Minden. Jó, oké, nem jutott be, és kis is itt van, jó. Hú, na, akkor vegyük fel a cuccainkat. Nagyon jó, oké, megvannak a cuccaink. Szereztünk legalább egy ágyat, meg ilyeneket. És nagyon gyorsan készülünk fel a csatára. Na várjátok, ezt is kiveszem, mert most pótszetként talán jól tudja, még minden cuccomat kiveszem. Kis, te várj meg itt, mert nem nagyon lesz biztonságos, és... Jól hallottam, hogy... Valahol, ajaj, este lett, ez nagyon-nagyon nem pozitív. Hol van? Úgy hallottam, hogy ja, valahol... Nem tudom. Ott van, úristen, ne. Jó, oké, befedem magamat így, ez mögé, csak nem vesz észre talán. Észrevette, hogy elszoktam? Szerintem észrevette, hogy elszoktam, van egy olyan érzésem. Ne. Nagyon-nagyon keres, de még nem van nagyon vett észre talán. Azokon muszáj lesz szóló, hogy lecsaptam rá. Jó, megpróbálok a hátába kerülni. Megpróbálok valahogy a hátába kerülni, és talán valahogy... Nem tudom, megadásra kényszeríteni, vagy valamit, mert az a gond, még mindig diaszett van rajta, és eléggé nehéz dolgom lesz, hogyha én így akarom őt valahogy megölni, bement a... Nem vagyok itt! Ez nagyon nem jó, ez így nagyon nem jó, elrontottam a izét héte! Nem, félreláttad, de én voltam. Valahogy muszáj lesz meglepetésszerűen megtámadni, hol van? Ott van. Hogy jutottál ki? Ne, rájött. Nagyon-nagyon rájött, ez így nagyon nem lesz jó. Oké, ott van. Ajaj, megpróbálom valahogy így balról megkerülni. Valahogy így balról megkerülni. Az a gond, hogy így most meg foglak ölni véged. Jó, kövessük valahogy, öljük meg, kövessük valahogy. Ne, észrevett! Ne, nagyon nem jó. Jó, be kell vennem az OP-almát, muszáj lesz. Jó, gyerünk. Gyerünk. Jó, oké, a TNT is felrobbantotta. Na mi van, null? Na várjatok, ezeket muszáj lesz megölnünk, mert amúgy... Ezek is azért, mondd el az utolsó szavaidat, Dani. Meg fogsz halni! Ezek az utolsó szavaim, ezután meg meghalsz te. Ha! Szóval te mondd el inkább az utolsó szavaidat, mert neked lesznek ezek az utolsó szavaid. Na mi van? Írsz? Választhatsz. Mit választhatok? Mondjad. Nem fogok abba a börtönbe visszamenni, nagyon elhitted. Nem fogom cserbe hagyni senkit. Se a falusiakat, se az emberiséget, senkit. Vagy a szolgám leszel. Srácok, legyünk null szolgái. Lájkoljátok a nemet. És a kommentben írjátok le azt, hogy igen, hogyha azt akarjátok, hogy szolgái legyünk. Szerintem nem akarjátok, hogy szolgái legyünk. Vagy megadjuk és átveszem az uralmat. Hát, nem leszek a szolgád, meg foglak ölni a csatornát felett. A csatornám felett? Nagyon elhitted az én csatornámat, a felette biztosan nem fogod átvenni az uralmat. Szóval szépen add meg magadat inkább te, jó? Inkább te add meg magadat, mert szerintem sokkal rosszabb, jó mondjuk nem állsz rosszabbul, de ide egy vasszedbe vagyok, van egy darab gyémántkardom, neki van íja, tud lángokat dobálni, nem tudom, félig isten kb. Nem tudom hányszor újra éled, meg minden erőd van, de ez nem jelent semmit, attól még meg tudlak téged ölni, és meg is foglak téged ölni, mert nem fogom hagyni, hogy elbukjon a világ te miattad. Na, gyere szép ide, és add meg magadat inkább te. Aj, ez így nagyon-nagyon bonyolult lesz. Jó, még kettő darab ópiamán van ezen kívül, srácok, szóval eléggé necces lesz, de valahogy muszáj ezt kibírnom, nagyon remélem, hogy legalább valamennyire így elég lesz. Na gyerünk, próbálj meg, az nagyon nem lesz jó, próbálj visszalökni a vízbe. Jó, a vízbe azért egy kicsit könnyebb dolgunk lesz talán. Ajaj, közben szannol le, ajaj, bosszik, azok nagyon nem jók. Jó, kicsit csalogassuk arra, várjátok, be kéne, jaj, nem, kis ez nem fogom becsalogatni, még a végén megöli. Gyerünk, meg kell ölni, gyerünk, még megdobtak téged a izék, ajaj. Ne, kis, menj arrébb, ne, ülj le, könyörgöm, ülj le, kis, ülj már le, könyörgöm, jó. Nagyon-nagyon nem lesz jó, srácok. Ne, kis élt túl valahogy, kis valahogy légy szíves, élt túl. Ajaj, nagyon-nagyon nehéz lesz, srácok. Jó, valahogy muszáj lesz, az a gond amúgy. Aj, nem hiszem el. Na jó, adunk kisnek még több kaját. Ez itt nagyon-nagyon necces lesz, srácok. Gyerünk, jó. Jó, kis, csak könyörgöm, ülj már. Ne, véletlen megütöttem kist. Jaj, ne. Kis, könyörgöm, ülj már le, légy szíves. Ülj le.
Ülj le! Jó, oké, leült, ennyi. Na, utolsó pillanat, gyerünk! Utolsó pillanat, na mi az? Élvezed a műsort? Nagyon nem vicces! Látod, mit csináltam? Majdnem megölted a kutyámat! Most te fogsz meghalni, még mindig erős vagy, de hozzám képes gyenge! Te vagy a gyenge! Na gyerünk, öljük meg, srácok! Gyerünk, utolsó esőink, hogy valahogy megöljük, gyerünk, nincs elég ópiumám, nekem ez volt az utolsó, és neki nem. Ez itt nagyon-nagyon rossz lesz, nagyon-nagyon rossz lesz, ami van, feladod? Béna vagy. Ne, megütöttem, nem már, nem hiszem, jó, a zombikat támadják szerencsére. Gyerünk, nem már, nincsen HP-m, nagyon-nagyon nem lesz jó, gyerünk, valahogy, muszáj, kénytelen leszek, ne. Ne! Nagyon-nagyon nem lesz jó! Gyerünk! Nem hiszem el, srácok, ez így nagyon-nagyon nehéz! Ez így nagyon-nagyon nehéz, ennyire nehéz meccsen még soha nem volt! Gyerünk! De! Nem hiszem el, hogy 3 HP-val kell itt szenvednem! Gyerünk, még egy OP, egy almát beveszünk! Menjünk neki! Megvan! Megsiáltuk! Uram, atyám! Meg tudtuk ölni! Istenem, srácok, ez nagyon nehéz volt! Meg tudtuk csinálni! Meg tudtuk ölni valahogy, nem tudom, hogy, de meg tudtuk csinálni! Megöltük Nullt, oké. Király most már nyugalom van és béke van, és ott van Kis is! Jó, Kis, figyelj, nem tudom, a mobokat valahogy még gyors innen, azt gondolom, hogy annyi mob van, nem tudom, hogy hogyan írtsam őket ki innen. Mindegy. Kis gyors felállítjuk, és... Istenem, miért van itt ennyi mob, srácok? Nagyon idegesítő. Na mindegy, gyors megöljük szépen őket. Jó, oké, nagyszerű, jó. Nagy creeperök, meg minden, persze, hogy ne zombik, őket is megöljük, srácok. Csak azért, hogy normális lehet, hogy a köszönni kissel. Szóval, na, srácok! Uram, atyám, ennél nehezebb PvP még szerintem nem nagyon volt, de nyerni tudtunk, szóval! Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor tudjátok, mert dolgotok, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és nagyon-nagyon szépen kérek titeket, hogy iratkozzatok fel a fő csatornámra, ugyanis mindjárt meg lesz a 60 000, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha elérnénk, és a PGT-tanis termékekre a shopomban 10% akció van, a leírás elsősorban megtaláljátok, szóval találkozunk legközelebbi videóban, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!